Tudi Egyesület 7 éve működik a független előadó művészeti területen. Elsősorban produkciós és nyelvű szervezet. Az a célja, hogy különböző színházi és táncadalásoknak biztosítson stabil hátteret. És maga ez a hely, a Jurányi Ház, ahol most vagyunk, ez pedig egy produkciós közösségi inkubátorház, ami több mint 60 szervezetnek ad otthont, és mi is nagyon büszkék vagyunk rá, hogy itt most már saját házisunkra találtunk. Célunk az volt, hogy létrehozzunk egy olyan helyet, ahol igazából otthonra találhatnak olyan szervezetek, akik elsősorban a civilek, vagy önálló független alkotók, akik egyelőre nem tehetik meg azt, hogy biztonságos keretek között dolgoznak, és így ők a saját alkotói munkájukra tudnak koncentrálni, pedig biztosítjuk ehhez a komfortos infrastruktúrális feltételt. Igazából amire a legbüszkébbek vagyunk, az maga a tehetséggondozás, mert azt gondoljuk, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, ami mellett letettük a voksunkat. És nagyon fontos az, hogy nyilván minden szakterületen, de így az előadó művészet területén is fontos az, hogy szinte évről évre nagyon sok fiatal kerül ki a különböző intézményektől, és ők nem tehetik meg azt, hogy jó anyagi feltételek között hoznak létre produkciókat. Mi őket szeretnénk elsősorban felkarolni, támogatni, és megmutatni azt, hogy igazából milyen szinten tudnának minél gyorsabban integrálódni már a színházakba. Idén most már 5. alkalommal fogjuk kiírni a Titánium nemes acélpályázatot, ami igazából szintén a tehetséggondozás profilunkba tartozik. Ez egy nyílt pályázati felhívás, 35 év alatti fiatal színházi alkotók jelentkezhetnek rá, és kiválasztunk mindig 2 vagy 3 nyertest, akik kapnak egy lehetőséget arra, hogy egy úgynevezett mentor programban megismerjék magát az egész színház csinálási folyamatot, és ennek a végén pedig anyagi forrást, pénzt, paripát, fegyvert kapnak ahhoz, hogy jó körülmények között magát ezt a projekttervet is, amivel pályáztak, megvalósíthassák, és igazából erre szeretnénk fordítani ezt a forrást, mert ez egy olyan forráshiányos programunk, amire nincsenek pályázati pénzeink, hanem ezt teljes mértékben önerőből és más befogadóhelyekkel összefogásban valósítjuk meg érdőlőtet.